Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A vonalban el Simon László, országgyűlési képviselő. Az ember mindig azt gondolja, hogy nem lesz téma, csak úgy beszélgetünk, de aztán valahogy mindig adódik valami, ahova a végén ki fogunk lyukadni. Azt kérdezem tőled, hogy az minek a függvénye, hogy egyes múzeumok mikor nyitnak? Gondolom az ő személyes döntésük, vagy az igazgató személyes döntése. És mi múlik? Tehát milyen adottságoknak kell meglenni, mi az, ami adott esetben mondjuk Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum május 4-én nyit, de például a Kiscelli Múzeum június elején, a Vármúzeum május végén. Vidéken a Déli Múzeum május 1-én, de a Skanzen Szentendrén május 11-én nyitott. János, olyat kérdezett tőlem, ami nem az én kompetenciám, aminek jogszabályi háttere valójában nincs, mert mindenki akkor nyit, amikor ugye a rendelet, a kormány által kiadott rendelet csak azt a célját tévé, hogy kinyissanak ezek az intézmények, látogatót fogadjanak, annak a feltételrendszerét szabályozzák, de arról nem szól a rendelet, hogy én mikor tegye meg, mindenkinek személyes döntés. Ugyanez a színházaknál is. Vannak olyan színházak, amelyek elkezdtek játszani, előadásokat tartanak, és vannak olyan színházak, amelyek az egész júniust kihagyják. Számomra érthetetlen módon mondjuk, de ez az igazgatóknak a szuverén döntése. Van olyan múzeum, amely mostani későbbi jogszabályra hivatkozik, van olyan, amely 2020 novemberire, van olyan, ami 2020 augusztusról beszél. Mi most a múzeumokkal kapcsolatos hatályos szabályozás? Még egyszer mondom, hogy mi volt a kérdés? Mikori a mostani hatályos jogszabály, ami a múzeumokat illeti? János, nincs két különböző, vagy egymásnak ellentmondó jogszabály. Nem is értem, hogy miért hivatkoznának különböző dolgokra. Hát akkor felolvasom neked. Figyelj, én készülök, tehát még mielőtt azt gondolnád, Értem, csak én a Magyar Nemzeti Múzeum megújításával és a múzeum integrációval foglalkozom. Azzal, hogy melyik múzeum éppen hogyan értelmezi a jogszabályt, erről folytatottunk egy értelmiségi beszélgetést, csak azon kívül túl sok mindent nem tudunk tenni. Van egy jogszabály, először is veszélyhelyzet van. A veszélyhelyzetet a parlament meghosszabbította, tehát a rendeleti típusú kormányzás érvényben van, és azok a szabályok, amelyeket a kormány meghozott a maszkviseléssel, a közösségi rendezvények megtartásával kapcsolatban, amelyek könnyítések ugye életbe léptek, azok vonatkoznak az összes magyar múzeumra is. Ezt valaki máshogyan értelmezik, mint ahogy az le van írva, azzal nem tudok mit kezdeni. Értem, tudomásul vettem. Azt kérdezem tőled, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum és a Nemzeti Múzeum is megnyitott más-más időpontban. Ennek épp úgy nincs olyan oka, amit te egyébként külön tudnál említeni, hogy ennek mi lehetett a hátterében. Mi lehetett a hátterében? Megint akkor a vételem. Nem értelek. Nekem is akadozott a vételem, tehát azt kérdeztem, hogy vissza, hogy minek mi lehet a hátterében. Tehát, hogy máskor nyitott a Magyar Nemzeti Múzeum, mint a Magyar Természettudományi Múzeum. Gondolod, János, negyedszer is elmondom, az igazgatók szuverén döntése, hogy mikor nyitják ki a múzeumaikat, a kormány ezzel kapcsolatosan semmilyen. Eltűntél, ne haragudj, hát milyen körülmények között hallgatott te a műsort?
hogy nem lehetne levenni a fejhallgatót, vagy a kihangosítót, mert olyan vagy, mintha a NASA alkalmazásában állna. Köszönöm, javult. Tehát még egyszer mondom, negyedszer, hogy a múzeumi igazgatók szuverén döntéséről van szó. Nyilvánvalóan, mint hogy a kormány semmilyen konkrét utasítást, vagy a Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeumra vonatkozó eltérő rendelkezést nem adott ki, ezért az egyik az Varga főigazgatóra, a másik pedig Berner főigazgatónak a szuverén. Értem, de ugye ezek azok a múzeumok, amelyek szorosabban tartoznak hozzád, vagy egyáltalán velük kapcsolatban indokolt téged kérdezni. Az egyik azt mondja, hogy... Régen rossz lenne, hogy azzal foglalkoznék, hogy melyik múzeum mikor nyit. Tehát, hogy Értettem, de az például, hogy a kiállítások megtekintése több órás sávokban, vagy anélkül, maszk használatban, vagy csak ajánlottan, kézfertőtlenítővel, vagy anélkül, ez egyébként tetszőleges, mert az ember azt gondolná, hogy ez nem tetszőleges, mégis egyes múzeumoknál ez mind-mind másféleképpen van szabályozva. Hát ez szerintem teljesen egyértelműen rendelkezett a kormány arról, hogy hány fő alatti rendezvénynél és hány fő fölötti rendezvénynél szükséges vagy nem szükséges a maszkviselete. Hogy mi a különbség a beltéri meg a szabadtéri rendezvények között, hogy mi a különbség egy étterem meg egy színház között. Ezek teljesen exakt módon a rendeletben benne vannak, és persze vannak dolgok, amiben mozgástere van az intézetnek, egy étteremnek a tulajdonos és mondhatja azt a dolgozóinak, hogy ugyan be vagytok oltva, de én kérem, hogy a vendégek biztonsági érzete miatt legyen rajtatok maszk. Pedig egyébként a rendelet szerint nem kötelező. Hát, van olyan múzeum, amely feltünteti, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak benn, van olyan múzeum, ami nem tünteti fel? Hát gondolom, hogy van olyan múzeum is, ahol eleve nem tudnak annyian egyszerre bent tartózkodni, meg nem is tartózkodnának bent. Hogy elérjék a rendben. De amíg a Magyar Nemzeti Múzeum feltünteti, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak benne, a Magyar Természettudományi Múzeum nem tünteti fel. Mi a kérdésed, János? Nincs kérdés, megállapítás van. Azt kérdezem tőled, hogy a sokszínűség gyönyörködtete. Egyébként az látszik, hogy az embereknek azért a lelkesedése így a pandémia után, most megromozzák a múzeumokat, az nem túl nagy. Tehát a Nemzeti Múzeum két különböző dolog. A Nemzeti Múzeum főigazgatójával beszélgettem, és mondta, hogy nem érte a nyitást követő napokban a 20-at a látogatottnak a száma, ugye, ami a Nemzeti Múzeumban gyakorlatilag minimálisnak nevezhető, hiszen sok százszörös látogatószámmal számolhat egy átlagos napon is. De azt mondta a Varga főigazgató, amikor erről szót váltottunk, hogy beszélt az osztrák kollégájával, és ott hasonlóak a tapasztalatok és a számok az Osztrák Nemzeti Múzeum esetében. Tehát én abban bízom, hogy szépen lassan, ahogyan a normális kerékvágásba visszatér az életünk, a múzeumoknak a látogató száma is emelkedni fog. Azt kérdezem tőled, hogy te hogy ítéled meg azt, hogy a turizmus mennyire bír jelentőséggel, nem a belföldi turizmus, hanem az a csekély számú, de talán növekvő mennyiségű külföldi turizmus, ami Magyarországot illeti. Vajon a külföldi turistákra a mostani szabályozás mennyire gondol? Az igazság, hogy a magyar múzeumokat nézzük, akkor a vidéki múzeumok esetében viszonylag elenyésző a külföldről beutazó turistáknak a szerepe a múzeumi látogatószám növekedésben, viszont a főváros tekintve, azt kell, hogy mondjam, főleg úgy, hogy nagy múzeumok zárva vannak, mint a Népföldi, az Ipari Művészeti, rendkívül fontos a külföldi turistáknak a részvétele a múzeumturizmusban is. Hát célzottan mindig is meg kellett keresni őket, föl kellett hívni a figyelmet a nagy múzeumoknak kiállítására. A külföldi turistáknak a múzeum látogatása úgy általában, vagy bizonyos konkrét országból érkező turisták múzeum látogatása konkrétan? Nem, hát általában is. Hát nyilvánvalóan akár a Kínából, Japánból, az Egyesült Államokból, Németországból, Izraelből sorolhatnánk azokat az országokat, amelyek nagy beutaztatók Magyarországra,
tehát ezekből az országból érkező turistákra gondolunk, mindegyik számára, akár a Nemzeti Múzeum, akár a Szépművészeti Múzeum, akár a Budai Vár, és azon belül is a Budapesti Történeti Múzeum, az egy vonzó célpont lehet. Úgy általában, vagy most is? János, most számottevő beutazó turizmusról nem tudunk beszélni. Nem csak az úgynevezett buli turistáknak a száma csökkent drasztikusan, és nem indult újra ez a terület, hanem azoknak a korosztályoknak és rétegeknek a beutazása sem, akik egyébként inkább járnak múzeumban, mint azok, akik a buli negyedben szórakoznak néhány napot, és még felülnek Londonban a repülőbe, leszállnak Budapesten, ott itt vannak három napot, jót buliznak, tartanak mondjuk egy legénybúcsút, vagy valamilyen más parti mesznek vért, és már hazautaznak. Hát ők mondjuk kevésbé közönség. Én ezt értem, de mi a cél? Mi a cél? János, Istenben nem értem, hogy mit akarunk ebből kihozni, de nyilván Magyarország érdeke az, hogy majd a pandémia elmúltával a normális életnek a helyreállításával párhuzamosan növekedjék a beutazó turistáknak a száma, mert nagyon jelentős bevételt hozott a nemzetgazdaságnak. Egyébként az elmúlt évtizedben dinamikusan növekvő turizmus. Nyilvánvalóan az a cél, hogy ezek az emberek Magyarországon látogatnak, akár repülővel, akár közúton, akár mondjuk hajóval, akár más módokon, ezek az emberek a magyar múzeumokat, a fővárosi nagy múzeum, elsősorban a fővárosi nagy múzeumokat látogassák. Okay. Köszönöm szépen. Különösen azért, mert ők fizetnek a belépőjegyért, és most nagyon fontos. Akkor legyünk konkrétak, te tisztában vagy azzal, hogy ma kilátogathatja a magyar múzeumokat? Hát, hogyha Magyarországonra jön egy külföldi turista, ami most még nem jellemző, de mondjuk lehetséges. Igen, vagy itt tartunk. Egy üzleti delegáció. Igen. És van védettség igazolványa, kell, hogy legyen, különben be se tudjon jönni az országba, akkor azt látogathatja a múzeumokat. Milyen országokból? Azokból az országból, amelyekből beutaznak Magyarországra védettség igazolványa. De védettségi igazolványon kívül is beutazhatnak ide, hogyha egyébként különböző egyéb feltételeknek megfelelnek. Igen. És nyilvánvalóan, hogyha a magyar rendeletben szabályozott feltételek megfelelnek, akkor beléphetnek egy múzeumba. Hát ez ügyben téged csalódás kell, hogy eltöltsön, hiszen mindaz, amiről mi most egyebek közt beszélgettünk, bár egyébként is foglalkoztatott, összefüggésben van Lugosi Viktóriának egy tegnap előtti Facebook bejegyzésével. Azt nem nagyon értem, hogy maga a szerző miért gondolja azt, hogy politikai vonatkozású, hogyha egyébként ő megszólal, hiszen egyébként a bejegyzése alatti posztok politikai tartalmát ő nem törölte a saját Facebook oldalán, de ez legyen Lugosi Viktória gondja. Rettenetesen szégyellem magam, írja, én nem is tudom túltenni magam rajta, annyi történt, hogy felmentünk a Magyar Nemzeti Galériába megnézni a Scully kiállítást, ami amúgy múzeumi csúcsélményeim rangsorában dobogos helyre ugrott, majd később. A magyar múzeumokba, színházakba, éttermek belső tereibe ugyanis nem léphetnek be külföldiek, ez azt követően derült ki, az, hogy belépéskor, amikor egy félmondattal együttérzésünket fejeztük ki a jegyet eladó, nyilván több nyelvet beszélő hölgynek, hogy az oltási igazolványok ellenőrzés és az abból adódó vita milyen megterhelő lett, akkor háláson tekintett ránk, majd kifakadt. A magyar múzeumokba ugyanis nem léphetnek be külföldiek, hiába vannak beoltva, hiába mutatják a nemzetközi oltás igazolványokat, amelyre az is rá van írva, hogy milyen WHO által elfogadott nyugati oltást kaptak, azt a pénztáros nem fogadhatja el, csak azoknak az országoknak az igazolását, amelyekkel az állam kétoldalú szerződést kötött, és ezeknek a listáját egyébként adott esetben a múzeum a honlapján fel is tünteti. Mi ez, ha nem az aprók hatalmi gőgje, majd aztán további kérdések, amelyek mind-mind politikai tartalmúak, de attól függetlenül Lugosi Viktóriának módjában áll, nem rendelkezésre állnia, mégis elvitathatatlan az, hogy az elmúlt napokban, ami a múzeum látogatást illeti, ezzel a posztjával hullámokat keltett. Jó, János, én ezt a posztot nem láttam, de azt tudom mondani, hogy a jelenlegi kormányzati rendeletekből én ezt nem olvasom ki, hogy ne léphetnének be külföldiek a múzeumokba, vagy ne mehetnének el mondjuk valamelyik színházba, mondjuk idegen nyelven is feliratkozva mondjuk egy előadást. Tehát én a mostani hatályos rendeletekből ezt nem olvasom ki.
Az egy másik kérdés, hogy a Nemzeti Galériában született ilyen döntés, hogy nem, erről nem tudok, kérdezni, meg Bánfi igazgatórat, meg lennék legfe, de az is lehet, hogy igen, és akkor ennek van valamilyen indoka, de az is lehet, hogy mindez csak a pénztárosnak a sajátságos jogértelmezése. Nem tudom a konkrét szituációt. Én viszont el tudom neked mondani, hiszen készültem a Magyar Nemzeti Múzeumban. Külföldi látogatók csak a Magyarország által elfogadott védettségi igazolvánnyal léphetnek be a múzeumba. Kérjük az aktuális érintett államokról, itt tájékozódjon, és itt fel vannak sorolva az államok. Gondolhatod, hogy de, ez is ki van János, nálam nyomtatva. Na de János, tehát éppen ezt mondtam én is, hogy akik védettségigazolványa a Magyarország születében léphetnek, és azok léphetnek be, akiknek a védettségigazolványát Magyarország elismeri, azok minden gond nélkül bemehetnek a múzeumban. És akiknek Magyarország nem fogadja el a védettségi igazolványát, azok múzeumban sem mehetnek, miközben itt vannak Magyarországon, mert egyébként egyéb módon teljesítették azokat a feltételeket, amire Magyarországra be lehet lépni? Hát, például, hogyha két héti karanténban voltak, nem kell, hogy két héti karanténban PCR-tesztet csináltak, de arról nem szól a történet, bár meglehetősen furcsa lenne, hogyha a múzeumokban egyébként ezt vizsgálnák. Csak azt szeretném mondani neked, hogy ez, vagy azt kérdezni, hogy ez nem diszkriminatíve, hogy egyébként egy Magyarországon joggal tartózkodó külföldi nem látogathat múzeumokat abban az esetben, hogyha nem tagja annak az országnak a bilaterális megállapodásnak, amit Magyarország kötött más országokkal. Magyarországon élő belföldi sem látogathatja egyelőre a múzeumokat oltási igazolvány nélkül. Erre is mondtad, hát, hogy diszkriminatív. Na de egyszer olyan szabály... 18 év alattiak azok megtehetik? A 18 év alattiak igen, mert a 18 év alattiak azok nagykorúval mennek valamilyen programra, illetve 18 év alattiak esetében az oltás még csak 16 év és 18 év közöttiek körében indult meg. Ott sem oltatta be mindenki magát, például az én 16 éves lányom beoltatta magát. Értem. A középiskolás korúaknak védettségi igazolvány... Én azt gondolom, hogy akkor a kérdés alapvetően nem az, amit te feszeget, hogy a 18 év fölötti külföldiek azok bemehetnek-e olyan oltási igazolványjal egy múzeumban, amelyik olyan országban adtak ki, amelyikkel nincsen Magyarországnak még kétoldalú egyezménye, hanem az, hogy diszkriminatíve az, hogy valaki bemehet-e múzeumba oltási igazolvány nélkül, vagy nem. Te ezt a kérdést tetted föl, de én nem ezt a kérdést tettem föl. Én azt tettem föl, hogy diszkriminatív az, hogy ő rendelkezik oltási igazolványjal, csak éppen nem azokból az országokból, amelyekkel Magyarország bilaterális egyezményt kötött. Itt van egy német turista. Egy német turista, miközben itt van Magyarországon, miért nem mehet el múzeumba? János, mert nincsen mondjuk olyan oltási igazolvány, amit Magyarország elfogad. De ott van egy nagy kanizsai turista, aki Budapestre utazik, és nincsen oltási igazolványa, de attól még utazhat Budapestre, mert nem korlátozza senki sem a mozgását az országban. Az a nagy kanizsai turista sem mehet be a Nemzeti Galériába, nem? De nem így van? Mert nem mehet a színház előadásom. Egy héttel ezelőtt, amikor színházban voltam, a bejáratnál mindenkitől elkérték az oltási igazolványát. Én ezt értem. A gyerekeimtől nem kérték el, de az igazolványokat elkérték, hogy 18 év alattiak el. Én ezt értem. Megnézték. Csak azt kérdezem tőled, hogy így ez ebben a formában nem diszkriminatív-e? Szerintem ez így rendben van. Tehát, olyan szabályokat kellett alkotnunk, amelyel a társadalom nagy részét tudjuk védeni. És szerintem együtt kell élnünk azzal a gondolattal, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak akkor vettünk igénybe, hogyha be vagyunk oltva, és minimális az esély annak, hogy a betegséget terjesztjük. Én szerintem ez rendben van, nekem is van védettségigazolványom, mindenkire arra tudok csak buzdítani, hogy oltassa be magát. Én ezt értem, de adott esetben, hogyha egy nem olyan országból érkező ember akar étterembe menni, akar a Terrorháza Múzeumba menni, akár az Országházba menni, a Nemzeti Galériába, amelyikkel nincs bilaterális szerződés a Magyarországnak, ennek következtében se étterembe nem mehet be, se a parlamentben nem mehet be. De ez fordítva is igaz. Tehát, hogy a mi esetünkben is igaz, mert hogyha nincsen bilaterális egyezményünk valamelyik országban, és mi akarunk abban az országba utazni, akkor ugyanebben a problémában fogunk beleütközni. Ebben teljesen igazad van, csak éppen az Európai Unióban egyedül Magyarország az, amely bilaterális egyezményeket köt, hiszen semmilyen más uniós ország hasonló helyzetbe az oltás következtében nem került. Gondolod, akkor még erről beszélgetünk tovább is, de szerintem már ugyanazt a kör futjuk. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer.
Értem, tehát azt gondolod, hogy ez a megkülönböztetés, ez így hosszú távon fönnmaradhat, miközben a magyar kulturális életet próbálják fellendíteni, és a magyar turizmust is. De János, tehát ne csináljunk már úgy, mintha ezzel állnának a turisták a jegypénztárak előtt, és ott balhéznának, hogy nem tudnak lépni a múzeumokba. Mint említettem, a Nemzeti Múzeumban nyitás követő napokban kevesebb, mint 20-an léptek be. Tehát nem gondolnám, hogy az lenne jelen pillanatban a problémánk, hogy nem engednek be turistákat, akár magyarokat, akár külföldieket a múzeumokba, mert nincs oltási igazolványuk. Jelenleg nem ez a fő problémánk, hanem az a fő problémánk, hogy lassan és fokozatosan fog tudni csak visszajönni az a látogatói kedv vagy szándék, hogy az emberek egyáltalán azokba a terekbe bemenjenek, amelyekbe az elmúlt egy évben nem tudtak bemenni, és emiatt drasztikusan visszaesett a látogatószám. Nem gondolnám, hogy az oltási igazolvány körüli problémának a felvetése az, ami valósan leírja a múzeumnak a jelenlegi problémáját. Majd, hogyha Magyarországon, ráadásul nem arról van, hogy hosszú távon mutatható fel nagyot, ez az állapot is hosszú távon fenntartható, hosszú távon az az érdekünk nekünk is, az Európai Unió valamennyi tagállamának is, az egész világnak egyébként, hogy ezt a betegséget visszaszorítsuk. Ennek a terjedését gátoljuk és megakadályozzuk. Ennek egyik legitim eszköze az oltás. És ezért azt gondolom, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy hosszú távon bizonyos szolgáltatásokat azok vehessenek igénybe, akik kellő védelemmel rendelkeznek a betegséggel szemben, és egyébként nem terjesztik éppen emiatt a vírust mások körében. Tehát nincs, én ezzel sem problémát nem látok. Az igazi problémák az az, hogy mikor fog tudni megindulni Magyarország irányába egy olyan turizmus, ami az elmúlt évtizedet jellemezte, és az mikor fog olyan bevételeket generálni a szállodaiparban, vendéglátásban, kulturális szolgáltatások terén és a többi, ami jelentős üzleti bevételt jelent, illetve jelentős adóbevételeket hoz az országban. Oké, rendben van. És mikor? Ez a fő kérdés. Oké, és mikor? Nem tudom János megmondani, nem vagyok proféta. Egyelőre azt látjuk, hogy Magyarország, amelyik az Európai Unióban az első vagy a másik helyen az átoltottság arányában, 5 millió oltással viszonylag jól áll, de mondjuk a beutaztató országok egy jó része, akik az elmúlt évtizedekben nagyon sok turistát küldtek hozzánk, azokra ezt nem tudjuk elmondani. Ez egy elhúzódó válság és probléma. Azt tudod, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum, az egyébként, ha a honlapjára mész és átirányít téged a külügyminisztériumba, akkor hány ország turistáinak teszi lehetővé, hogy belépjenek a Magyar Nemzeti Múzeumba? Nem tudom fejből. És a véleménye szerint az a magyar külpolitika sikere, hogyha egyébként ez a szám, ez töredéke annak, mint a hány ország van a világban, de most legyünk ennél szerényebbek, mint a hány ország egyébként az Európai Unióban van? Szerintem az nem a magyar külpolitikának a sikere vagy kudarca. Nem jó kérdés felvetés. Szerintem ez az uniónak a kudarca. Eleve onnan kezdve, hogy nem tudta ezt az egész oltást vagy pandémiahelyzetet jól kezelni, és az átoltottságot nem tudta nagy mértékben segíteni és szolgálni. Nem véletlenül látjuk azt, hogy vannak nyugati országok, amelyekben az átoltottság a töredéke a magyarnak. Szerintem rendkívül felelőtt nem volt az a brüsszeli politika, amelyik nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban mind a kínai vakcina el legyen fogadva. Onnantól fogva nem is lenne kérdés. Ráadásul a schengeni országok egy jelentős része magát a schengeni egyezményt, meg magának a schengeni egyezménynek a szellemiségét kockáztatja azzal, ami az elmúlt években történt. Európa elvileg átjárató, gyakorlatilag nem átjárató. Oké, rendben van, de ismered a viccet, hogy nem rajtunk múlik, hogy Európa korlátozottan átjárató, hanem éppen Brüsszelen múlik. Türelem, azt kérdezem tőled, hogy van a vicc, ugye, hogy valaki szemben közlekedik a másikkal, és azt mondja az ember, hogy egy mindenki 27, 28, 26, minden esetre közel, több mint 200 ország van az Európai Unióban, mindössze 3 olyan ország van a Magyar Nemzeti Múzeum honlapja szerint, amelynek állampolgárai látogathatják a Magyar Nemzeti Múzeumot. Magyarország a negyedik, hiszen a belföldiek az oltottak, igen. A többi 23 a 4 ellen.
és akkor az a másik három ország úgy került ide, hogy nem biztos, hogy ők egyébként ezt a Fiala-féle felosztást vállalják. Ez neked semmit nem mond? Persze lehetséges, négy országnak is lehet igaz a 23 országgal szemben, ez nem mennyiségi kérdés, csak azt kérdezem... Szerintem sem, János. Szerintem sem, bárhogyan is akarod ezt csűrni, csavarni. Nem akarom csűrni, csavarni, csak kérdezem. Továbbra is fenntartom a véleményemet, ez nem Magyarországnak a kudarca, hanem a brüsszeli politikának a kudarca. Ezt tudom mondani. Ezt nagyon határozottan gondolom, szerintem óriási nagy hibát követtek el Brüsszelben, és követnek el most is, mert igazság szerint mind a kínai, mind az orosz vakcinát, azt már rég el kellett volna ismerni, és nem kellene azokat az embereket diszkriminálni, éppen ők diszkriminálják, akiket ezekkel a vakcinákkal oltottak be. Véleményem szerint ez a mostani helyzet, ez hosszú távon marad-e fenn, kitart-e a teljes nyári turisztikai szezon? Nem szeretnék jósolni. Ha változik, de, mitől változik? Hát részben attól, hogy tudunk-e két oldal megállapodásokat kötni, részben attól, hogy a más országokban mekkora lesz a átoltottság, részben attól, hogy Magyarországon az oltakozási kedv az fönnmarad-e vagy nem marad, vagy növekszik-e a szám, vagy nem. Például az 500 fő fölötti rendezvények esetében, még a szombati rendezvények esetében is oltást igazolvány felmutatására lesz szükség. Tehát nálunk például a Velencei tónál az EFO úgy néz ki, hogy ugye biztos, hogy meg lesz tartva, de úgy néz ki, hogy augusztusban is csak úgy fog tudni működni, hogy a belépő fiataloknak kell rendelkezni oltást igazolványa. Nyilván, hogyha a társadalom sokkal jelentősebb, vagy nagyobb része lenne átoltva, akkor erre sem lenne szükség, de nem tudjuk megmondani, hogy ez változni fog-e augusztusig, vagy nem. A mostani szabályozás szerint majd a Velencei Tavi EFOT-nál is kell felmutatni oltási igazolványt. De szerintem ez nem lesz tragédia, aki bulizni akar, az úgyis beoltatja magát. És az úgynevezett digitális kártya, ami majd lesz július 1-jét követően, az vajon meg fogja különböztetni a magyar állampolgárokat a tekintetben, hogy milyen oltást kaptak, így aztán adott esetben, jelen pillanatban, Olaszországban vagy Franciaországban lesz olyan magyar állampolgár, aki el tud menni a Louvre-ba, vagy el tud menni az Uffizibe, és lesz olyan magyar állampolgár, aki a beoltottsága okán nem fog tudni elmenni a Louvre-ba, és nem tud elmenni az Uffizibe? Nem tudom neked megmondani. Ebben vajon a magyar állampolgár hogyan tájékozódjon, vagy majd ott konkrétan a múzeum bejáratánál fogják erről tájékoztatni? De mert nyilván addigra ez ki fog derülni, és egyébként a magyar államnak pedig az az érdeke, hogy azokat, akik keleti vakcinát kaptak, azokat se diszkriminálják, mert szerintem ez a valóságos diszkrimináció, és nem tudom, amiről te beszéltél. Én ezt értem, én csak kérdezlek téged. Az én feleségem orosz vakcinát kapott, a lányai mind Pfizer kaptak, és így együtt utazunk valahova, ugye akkor nem szeretnénk azt, hogy mondjuk a feleségem nem tudna oda bemenni, ahova be tudnak menni a gyerekeim. Most magamról ne beszéljük. Én összesen ugye... erre a jelenségre szerettem volna viszonylag hatékonyan felhívni, vagy nyomatékosan felhívni a figyelmedet. Nem akartalak semmire sem meggyőzni téged. Én ezt ellentmondásosnak látom, és ezt az ellentmondásos képet szerettem volna elétárni. Én nem mondom, hogy nincsen probléma, de azt is állítom, hogy ennek a problémának az előidézésért nem Magyarország a felelős. A magyar politika rendkívül hatékonyan intézkedett, és oldotta meg azt, hogy a többi európai uniós országhoz képest nagyobb mennyiségben állja rendelkezésre a vakcina. Tehát, de ezek tények. Ezt nem tudtuk volna megcsinálni, az orosz és a kínai vakcina használata nélkül. És mint hogy a magyar embereknek az egészségügyi állapota, az átlag emberről beszélek most, az általános egészségügyi állapota az Európai Unió nyugati felében élő részehez képest rosszabb, ezért szükség is volt arra, hogy hatékonyan oltsunk, különben a halálozások számaránya még magasabb lett volna. Én szerintem a kormány jól, helyesen és hatékonyan járt el ebben a kérdésben. Értem, most éppen egy hallgató néző arról tájékoztatott, hogy Olaszországban semmilyen oltottsági igazolványt nem kérnek, amit nem áll módonban ellenőrizni, de egy szavahihető emberről van szó. Csak azt akarom neked mondani, Laci, hogy van olyan, amikor a minden virág virágzik, az olyan szép kép, olyan megnyugtató, és van olyan, amikor a minden virág virágzik. A rádió hallgató biztos, hogy jól tájékoztatott erről téged. A minap beszélgettem valakivel, aki Olaszországba utazott, busszal mentek Olaszországba,
az olasz hatóságok semmit nem kértek a beutazáskor, nem néztek semmilyen oltási igazolványt, hogy van-e. Simán beengedték az országba, egyáltalán nem foglalkoztak vele, hogy van-e igazolványuk, útlevelet sem kértek, tehát minden gond nélkül tudtak menni, mint egy normális Schengen.